kis autó. Nem, bizony. Én ugyanezt néztem a Balatonon, hogy mellette volt egy Porsche, és az egy olyan busz. Volt, mint egy Matchbox. Ez egy, igen. Ezt valószínűleg már belevágta a Roli, úgyhogy sziasztok, megbeszéléseket tartunk arról az egy autóról, ami ma a hátterünkben van, ami nem más, mint a Hyundai Ioniq 5N változata. Egy olyan új autó, egy olyan új elektromos autó, amitől a Hyundai nagyon sokat vár, egyébként a nézők is nagyon sokat várnak. Aki a keze közé kapta, újságíró, az is nagyon sokat vár tőle, és nagyon sok pozitív visszajelzés van. Ezért mi nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy ezen a pályán mit tud, és azt is elárulhatjuk, hogy a Balatonon is fogunk majd vele menni. Úgyhogy van itt minden, mint a Balatonparton. Igen, mint a Balatonparkon, és fogtunk, de majd később látják, tehát ne beszéljél bele. Egy pici reklám, kap két pofont, és már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. János, pár technikai... Szép piros az arca. Pár technikai adatot puffogtass el, hiszen tényleg azt gondolom, hogy azért is merjük egyedül vállalni ezt a kocsit most, hiszen kimondottan is ez azért az elektromos autók legjobb idejéért mehetne. Jó, az 1020 lóerős pled az... Ha mondjuk az zárójelben rakjuk, akkor viszont biztosan. Igen. Szerintem én még a Taycan Turbo S. Igen, ez a harmadik helyért szerintem már talán. Mert ott ugye a 600 lovas Audi e-tron GT az már egy... Ott lesz majd. Ott lesz majd. Ettől függetlenül, igen. Ettől függetlenül a... Tehát, hogy az ilyen méretű, meg igazából az árcédula szerint is a... Igen. Elérhető bárú elektromos autók között 28, azt hiszem. 28. Tehát azért az a Taycan szor 3, mondjuk. Nem a Turbo. Taycan osztva 3-mal. Igen, hát úgy, hogy... Igen. Tehát, hogy az egy elérhető bárú elektromos autók között ez messze a legsportosabb, valószínűleg most a mostani világban. Ugye 609 ló a rendes teljesítmény, és ugye van rajta egy gomb, ha azt aktiválod, akkor ilyen 10 másodpercekig tud 650-eket. Az ennyi button. Igen, de gyakorlatilag az egyenesbolt hátul érdemes rányomni, szerintem minden máshol itt kár, mert akkor felszállunk és nem veszed igen, be. Igen, így se tudjuk elnyomni igen. Padlón. Úgyhogy, Dicke sárkány. A gyári hivatalos érték, az pont az előbb megnéztem 3,4 százra, és ugye 260-nál tilt be, hogy... 260? Az minket itt nem zavar. Igen, tehát hogy... Nagy, rendes villanyagot. Igen, igen. Egyébként mi a közvetlen ellenfél, mondjuk a Teslák ellen merjem nézni akkor? Szerintem az baj, ilyen... Nem tudom, hát Model Y... Mégis Model 3 performance is lehet. Hát a Model Y az ilyen SUV-sabb, vagy... Model meg az Icarusnak volt az a 117-es. Ja, nem. Mindegy. Szerintem nem, hát valahol ott. Model Y performance, valami ilyesmi. De igazából szerintem igazi ellenfele nincs, mert ha mellé rakjuk, hogy mennyi hülyeséget kitaláltak a Hyundai-sok, ami egyébként ugye bevált a félvilágnak, mert mindenki oda van megért, hogy hány funkciót lehet benne állítani, ugye tudsz motorhangot választani, tudod azt is állítani, hogy ne váltson, meg váltson, tehát hogy azt az érzetet egyébként kell... Egyébként nincs benne váltó, igen. Tehát ez mind csak ilyen... Ez mind csak a... Igen, de megakasztja, amikor váltasz. Igen, meg igen. Puffog, meg kívülről is puffogott. Azért majd egy kört javaslom, a végén menjünk úgy is, puffogtatva. Puffogós üzemmód belvileg, de ugye visszakapod azt a vezetési élményt, amit egy komoly versenyautóval. Tehát, hogy... Hát, amit egy utcai váltós autóval. Hát, annál meg egy szerintem komolyabb, mert puffog meg izé. Szóval ilyen szerintem, ami ennyire komolyan vették ezt a sportautós élményt, ilyen szerintem nincs. És ugye mivel mentünk a Balatonon, azt már el tudjuk mondani, a fék viszont nagyon jó rajta. Tehát, igen, itt nem derül neki, de már tudjuk, hogy nagyobb igen. sebességről is konstant. Túlélte megáll. A Balatonparkon. Ugye ez is például, hogy a fékezés közben az N üzemmódban háromféle motorfék hatást tudsz állítani, és a legdurvábban 0,6G-vel lassul csak attól, hogy repukarál. Azért az nagyon durva. Az a stop tábla version. Igen. Jó, játsszátok le, és akkor eldönti az első pilóta, hogy mi a melegítésnek a tárgya. Rendesen csináljad már? Húha, de nehéz vele. Igen. Mehető. Mehet. Na. Figyelj. Lassan elérek oda, hogy megtalálom az áldás fejet. Én lassan csináltam netet az iPad-be például, tehát mindenkinek megvan a feladata.
Na, hogy ne tévedjünk nagyot. Éppen aktuális, még hanyadika van? Július 9-i állás szerint, még szerintük csak 641 lovas, ez jó, mert a Hyundai Németországból izén vettem, hogy 650. Hát milyen idejére elhagy? 29 a sima, és a plusz változat az meg 30, hogy az csak felszereltség különbség. De én azt gondolom, hogy az is azért ahhoz képest, hogy mennyire buli autó. A hosszúra kigyorsításnál úgy ment el a hátulja. Most megy el a felka. Hát dudorog a felka a háttérben, igen. Nem, ez az 5N bekapcsolta rajta a hangzást. Így, így. Választottunk egy megfelelően hűvös napot. Igen. Kettő, úgyhogy elvileg tudja, amit tud. Ferrari mennyit ment? 81. Ha. Tehát a 670 lovas kontra 650 lovas. Csak ez mindenhol meghúzza a kerekét, azért sokat számít. De ez nehezebb, sokkal. De nehezebb. Ez ja, azt mondtuk, 2,2 tonna üresen. Azt nem mondtad, úgy, és nem is baj. És utána ez még a plusz felszereltség, meg minden, akkor... De sajnos a mozgáson ez nem látszik. Kicsit úgy gazog a... Olyan szépen kihúzza a hátulját, oda is nézd meg, 113. Az konkrétan ugyanannyi, mint amennyivel az RS5-tel ment át. Figyelj, ekkora doboz ilyen gyorsan még nem mentett. Igen, én is ezt gondolom, igen. Igen. Mondjuk a busz megálló táblát még keresem, hogy hol kell majd megálljon és leadja az utasokat, de... Végén elhagyja a drót is. Nagyon gyors. De nézd, hogyha oda akar menni, ahol gondoljuk, akkor azért azok 46-ok. Tehát... Hát kiderül, vagy 47 nagyon eleje. Nagyon. Milyen szépen beúszik szépen a keresztbe. Nagyon, egyébként menő, azt kell mondanom. Na. Feje 46.183. Aha, aha, aha. Idő 1 perc, 28,095-ös. Azt kell mondanom, hogy júj. És akkor finoman fogalmaztam, hogy júj. Az, tesókám, az a negyedik villanyidő. Aha. Hát én oda vártam, én azt mondtam. Igen? Aha. Azt, hogy ezt az autót is megveri? Ah, én pont ezt mondtam, igen? Hogy az Elton GT elé várom. A Turbo S Taycan mögé és az Elton GT elé, mert ugye az csak 600 lovas. Még nem ment le adásba, de majd jó lesz. Ja, de hogy megveri? Aha. Az nagyon durva. Na, azt csináltam, amit vártam. Tessék! Na. Ma jós napom van, szarul megyek, de mindent jó most. Azt kell mondanom, hogy jó. Igen? 46.1. Az a negyedik villanyidő. Led, Tune, Taycan Turbo másodikra. Nem rossz. Nagyon durva. De látsz, hogy is egyenesben halad. Egyenesben nagyon megy, a kigyorsításoknál kell kicsit észre menni, ha eldobta az első körbe is itt a visszafelé, az kicsit túlcsúsztam, abban benne maradt idő, az biztos. Azért a súlyával észnél kell lenni. Tehát, hogy csodák nincsenek. Nagyon kemény ez is, nem pattog annyira, mint a mondjuk egy új Civic. Vagy egy használt kompresszor. Amit nem tudsz még, de... Amit nem, de arra gondoltam. Milyen könnyű így forgatni, hogy nem sorrendben adjuk le az adásokat, nem nagyon égünk be. Nem baj. Szóval, hogy... De azért kemény. Lehet folyamatosan spoilerezni, mi lesz. Igen, persze. De azért kemény a futóműve eléggé. De egyébként nagyon munkás. Most nem váltogattam, mert hagytam úgy automatába, hogy váltsa azt az egyfokozatot, de kipróbálnám bohóckodva is, meg kipróbálnám egyszer keresztbe csúszva is. De az megmondom is. Őszintén, hogy azt még engedjétek meg, hogy hozzátegyem, hogy a legutóbbi itteni forgatásról a Spider-nél 600-addal lassabb csak. Az mondjuk elég durva. Ugye, hogy egy picit az ennyi-bennyi? Hogy az a leggyorsabb utcai Ferrari,
és annál 6 századdal lassabb. Annyi meg simán benne maradt. Hát de ugye az hátsó kerék, stb. Nyilván nincs kérdés, jó, hogy a leggyorsabb Hyundai. De ahhoz képest ez meg van csinálva, meg az összkerék, meg tényleg azért 650 lóa. Tehát lóerőben alig van. Beteg. Igen, lóerőben majdnem. Figyelj, a márkán belül egy autót tudja megelőzni, a TCR. Egy másodperccel gyorsabb csak a TCR. Na, azért slick-kel. Azért ha erre felraknánk egy slick-et, azért... Az lehet, hogy behozná. Jó, de ott a slick-et nem tudtuk megmelegíteni. Nem, de azért akkor is. Jó, de durva, János. Hadd lássuk. Hülye, ez nagyon meglepő. Hopp, a hangom. Azt hittem belém rúgtál, de nem. Csak ismerkedik. Úgy mentem, ahogy most van. Állva? Úgy. Azért a fok, az látszik. Mindannyiunkon a nehézség, meg a délután. Tényleg ebben a hajtást is lehet, hogy elő-hátul. Lehet, igen. Azért mondtam, hogy én még egyszer kipróbálnám mókázósba. A Csabi állítólag a műsor végén még majd mutat valamit. Nem azért, csak én nem akartam az előbb, mert akkor teljesen túlhevítem neked a kerekeket. Ja. Én ilyen rendes voltam ám. Ami benned meg sem fordul. Már mikor? Ugye? János, benned ez a gondolat meg sem fordul, mert te csak magadat nézed, és állandóan szeretsz rosszalkodni. Ezt a nézők is tudják. Viszontlátás. És szelektív süket. Szintévesztő, azért van bajna. Cégünk eléggé hátrányosan helyzetű kezd lenni. Nem biztos, hogy te vagy a legtöbb fogyatékon élő. Nem. Ha százalékokat nézünk, nem biztos. Ugye? Na szép. Na gyerünk. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. A műsor támogatója a Székely Csemege. Marha jól néz ki, pedig... Nem tudom, hallottad, de launch controller rajtoltam. Nem hallottam. Nem, pedig olyan, bent van műsor. Kint lett hang. Most lett hang, 81, ugyanaz. Nem volt hang. Nem, 82 volt a tiéd, bocs, neked nem volt hang kívülről. 82 volt, és János megkérdezte, hogy a Ferka mit gyorsult, és mondtam, hogy az 81-et. Igen. De hát látjuk is, hogy mennyire közel van hozzá időben. Nagyon. Ez nagyon durva. Igen. Hogy mennyire más világ, meg mennyire más életstílus, és igazándiból időben ezen az egy kilométeren ugyanazt tudja. Az elejét pedig rángatja ide-oda, lehet, hogy az első körre jól fog kiadni. Igen. 112, neked 13 volt. Bele kellett balozzanak. Na, milyen elektron szag van. Ez az új villanyautóknak ilyen szag tud lenni. De egyébként, ha összehasonlítod mondjuk egy Seal-lel, amit hogy... szintén nem ment még le. Ja. De igen, de hasonlíts nyugodtan. Akkor majd meglátod, milyen. Majd meglátod, jó, most hasonlítom én. Jó, ez nem megy. Mondtam neked, hogy ez nem egy könnyű világ, miről ne beszéljél. De látod, hogy pattog az egész? De cserébe, amikor meg úgy rendesen megnyomjátok, és kifordul, és kihúzza a kis popókáját, az meg nagyon. Szerintem rohadt menő. Nagyon. Na, hát visszamegyek. Első kör 46.986-os, az összidő 1 perc 28.969-ös. Hát ezt nem akarja a sorsa. Egy tizeddel volt jobb, mint a... Sőt, 500-addal, mint a e-tron. Mint az e-tron, igen. Azt a mindenit. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Még jár? Figyelj már, Combi! Tessék! Kaptál sok tizedet, úgyhogy ezért én megengedem a Csabinak, hogy ő most átállítgassa magának, és menjen még egyet játszósba. Bemondom a csapatnak, és aztán elengedjük, és majd veled értékelem a te körödet, jó? Ja. Csak olyan pufogósat megnézzünk, egy kört olyan kéziváltóssal. De mérjünk meg. Egy kört ilyen kéziváltóssal. Szóval Jánosom, egy 46.9-es időt jöttél, ami még mindig 47-en belül van, és egyébként a villanyok között még az is top 10 lenne. De 8 tizeddel, 7 és féllel gyorsabb azért Csabi.
A gyorsulásotok ugyanaz volt, nem 82 volt neki, neked 81, és 1 km per órában mentél lassabban át az új körbe, és ugye láttam, bele is kellett baloznod. Hát, folyamatosan. Tologattam már az erejét? Hát, nagyon. Ja. Ugye valószínűleg én egy kicsit intenzívebben is vezetek. Az a baj, ugye pont a Balatonparkon is ez volt a gondom ezzel, hogy... Ez lesz. Ez lesz a gondom ezzel, hogy szürreálisan lassan kell ahhoz képest bekanyarodni, ami... Mert hogy a súlya azért igen, ott van. Igen, igen, és egy kicsit túl kell lassulni, meg mindig kicsit túl gyorsan megyek. Ugyanakkor, ha ezt így végignézzük, hogy negyedik idő a villanyba, akkor azért... Ja, amúgy marha jó, meg a... Csücsere. Igen, igen, igen. Csak tényleg az van, hogy lehet, hogy erre már olyan gumit kéne rakni, ami ennél is sokkal durvában tart, mert egyszerűen a fék is olyan rajta, hogy nagyon hamar ugye úgy megfogja, hogy gyakorlatilag elkezdi elkenni a gumit. Az, ami jó hír egyébként, hogy szerintem nem feltétlenül vesztett teljesítményt kettőtök között, pedig azért ez a régebbi villanyautóknál mindig jellemző volt, mostanában már azért volt olyan, aki nem, viszont szerintem ilyen melegben még nem mentünk villanyautóval itt. Engem sem az, tehát nem a por veszít teljesítményt, hogy a motor teljesítményt, hanem a gumi teljesítmény nem. Igen. És ugye az már nem az első eset ma, igen, hogy egyszerűen, és ugye ha 2,2 tonnával terhelett túl a gumit, akkor nagyon hamar túlmelegszik. Aha. És mondom, igazából az a furcsa, hogy tök erős a fék, de másodjára már alig akart megállni, mert annyira megfogja, hogy gyakorlatilag keni a gumit. Tehát, hogy nem tudsz olyanokat fékezni se vele, mint amit lehetne egyébként, mert az autó tudná. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Csabi még most mit fog menni a bohóckodó beállítással, mert hogy azt is tudja. Ugye azt mondjuk el a nézőknek, hogy van benne ilyen, hogy drift mód. Van, igen. Meg ugye tudod azt állítani, hogy mely hány százalékba hajtson hol. Mondjuk ezt a szerintem azt a Tesla is tudja. De ott is csak ugye a performance-ból a későbbi verzió. Igen, tehát hogy ugye van ez, hogy váltogatni tudsz. Most ugye a N-pedálból a harmadik állásról, amit pont mondtam, ez a elengedett már akkor nagyon komoly fékhatás van. Például lehet, hogy ezen a pályán ez se jó, mert ugye csomószor van, csak beleöbligetsz, így meg ugye meg túl nagyokat fékez. Lassul. Lehet, hogy azt is kéne próbálgatni, hogy melyik N-pedál mód a kifizetődő. Hát de ne haragudj, ezzel még ha elkezdesz próbálgatni, akkor az kezd már többi márkának nagyon veszélyessé válni. Hát figyelj, lehetne még egy kicsit kozmetikázni a dolgot. Megint az volt egyébként, hogy már az első kanyarban nem tudtam jól befordulni. Aha. Tehát, hogy így elszánkáztam az egészet. Egyébként tényleg, amit Csabi is mondott, hogy viszont vannak olyan gázállások, amikor meglepően keresztbe áll. Tehát valamikor tök szépen ki tudsz fordulni, valamikor olyan keresztet nyomod a hátra, egyszerű keresztbe hosszába kanyarodtam ki. Itt azt néztem, hogy itt mind a kétszer elénk jó fordult. Hát fordítan. Igen, de itt már nagyon ilyen óvasztosan próbáltam, mert az egyetlen hely, ahol baj lehet, ha széles az itt. Tehát egy icipici darabos néha, de hát ugye akkora teljesítményt visz le, hogy ez nem is annyira meglepő. És ilyen szempontból ugye rossz, hogy ebbe a kaszniba rakták bele, meg hogy ennyire magas, mert a súlypont is magas. Én azt az N-est még így lejjebb engedtem volna. Aha. Ha belegondolsz, ott abban a hasmagasságban még van játszási. Ahogy Öcsi bácsi mondta, át lehet rúgni a focilabdát alatta. Igen, igen. Például lehet az se lenne a világtól távol álló, hogy hasmagasságot lehessen állítani. De az akkor már még drágább lenne, ugye most, hogy megnéztem, ugye 29 az alap és a plusz az 30, azért az... Most akkor kézzel vált? Aha. Akkor ez ennyit számított, a 82-77. Igen, mert ugye akkor tehát minden mert ugye szigmán, bele is vált, igen, és igen, tényleg imitálja azt, imitálja, hogy te váltasz. Igen, egész dolgot. Úgy itt, ha véletlen elfelejtesz váltani, ugyanúgy megtorpan. Igen. Így akkor gyakorlatilag egy olyan elektromos autó, amit most közelítettünk a benzinesekhez. Igen. ez egyel lassabb csak, mint az előzője. Nagyon lelassult. Ott valami lett. Igen. Vagy most átkapcsolja a driftbe.
Ja. Én kinézem bele, nyomkod valami, Zsolti? Á, akkor tuti. Átcsapkodj a driftbe, fogadjunk. Hát vagy valami hiba, akkor ott bejött. Kigurul. Hátsó kerékhajtást nem akarja. Nem? Úgyhogy a váltással egy kört mentem, de a hátsó kerékhajtást nem akarja. Nem? Nagyon vicces volt, mert volt kiküldött tudósítunk, mert a drónból figyelte a Zsolt, hogy mit csinálsz. Igen? Azt mondja, nyomkod valamit. Igen, akartam még, hogy a hátsó kerékhajtásra is át lehessen, de azt valamiért nem akartam. Nem lehet, hogy csak álló helyzetben csinálja? De azt előtte itt is próbáltuk, de nem. 47-1, úgyhogy egy másodperccel lassabb ebben a verzióban. Egyébként 1 km per órával volt lassabb az átmeneted, és 4-jel lassabban gyorsultál a rajtban az egyváltás miatt. Úgyhogy azért már abból is látszott, hogy van benne kereken. Igen, mert így nem is megy a launch control. Aha. Ugye itt csak sima padlógázos gyorsítás van. 77. De egyébként feelingre meg tök jó pofa. Igen? Tényleg olyasmi, mint hogyha így te váltogatnám, meg így behörög, meg minden. Jó, persze műhang az egész, de élvezhető szerintem. Azért a 46-1 az továbbra is megsüvegelendő, meg a negyedik abszolút elektromos idő is, úgyhogy ez volt már a Ioniq 5N. Jövő héten is természetesen lesz lap timing, addig is Insta, Facebook, YouTube, TikTok, tartsatok velünk, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ezen a héten összeszerelt állapotban egy szétszerelhető Ford Bronco lesz a vendégünk, ellene pedig egy nagyon komoly hibrid hajtással megáldott Volkswagen Touareg vár benneteket. Tartsatok a csatornában! Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a láttájmingadásokról sem.